Itt vagyunk az öttusa kiállításon Mizsér Attilával, olimpiai, világ és Európa bajnok öttusázóval. Végignézzük ezt a falat, én azt gondolom, hogy elég komoly sikerek vannak. Itt van a te legnagyobb sikered is egyébként? Hát, hogyha az érmeket nézzük, igen, de amit én személyesen a legnagyobb eredménynek érzek, az egy VB tizedik hely, hosszú lenne a sztori elmondani. Sokkal fontosabb az, hogyha ezt a falat végignézi valaki, akkor látja, hogy az 50-es évek óta az öttusa Magyarországon az egy sikersportág, és hát van mire büszkének lenni. Ez az én szögesem ott középen az arról lett híres, hogy az egyik, a jobb lábamról, az leesett a Melbourne-i sárban, és a 4000 méteres terepfutásnak még majdnem a fele vissza volt, és azt úgy kellett, anélkül kellett végig futnom. Azt mondom, hát hogy lehetsz te ilyen barom, hogy nem kötött be a cipőfűződet rendesen. Aztán kiderült, hogy be volt, dupla csomóval a sár lecuppantotta a lábamról. A legnagyobb név ugye Balczó András, vitathatatlanul, ez a müncheni olimpiai győzelme után készült fotó, és hát mindenkiről van fotó, és mindenkinek a sztoria kicsit röviden, de azért le van írva, hogy aki ide látogat, az megismerhesse az egyéniséget is egy picit, vagy a sztorit, ami az aranyérem mögött van. Fölső az enyém, ezzel vívtam Barcelonában, ahol egyéni ezüstöt nyertem. A pengéket végig nézzük, a legnagyobb klasszisit közöttünk vitathatatlanul Joel volt, aki Szöulban még a párbajtőr csapat tagjaként is egy hatodik helyet szerzett. Tehát ezt kevesen tudják, hogy ő öttusában és vívásban is volt olimpiai pontszerző. A lézerrán, ez az öttusának a kombinált száma, a lézerpisztolyos lövészet és futásból áll. A különböző korosztályok különböző távolságokat teljesítenek. Ezt már nagyon fiatal korban el lehet kezdeni. Ez egy nagyon érdekes új sportág. Nagyon hamar felkelti a figyelmet, ugye akciójátékokon felnevelkedő fiatal generáció. Három dimenzióban élőben tudja kipróbálni ezt a sportágat, és nagyon hamar sikerélmény is van belőle. Mi az, amire figyelnie kell egy sportlövőnek? A nyugalomra leginkább. Nézzük meg, hogy mit tudunk. Ez egy találat volt, az a lényeg, hogy abba a feketébe kell betalálni. Ennél sokkal gyorsabban, mint ahogy én sem, és ugye én csalok, mert ez 3 méter, tehát nem folytatom, csúcson kell abba hagyni, nem hibáztam egyet sem. Most, hogy már nincs itt Attila, és kevesebb a teher a vállamon, bízom benne, kevésbé remeg a kezem, megnézem, hogy mit tudok én. Aha, ez eddig nem jó jel. Ott a zöld. Ilyenkor remegek be, amikor a tét van, az utolsót kéne eltaláljam. És megvan. Rohanunk! Ez, amit mi tétprogramnak neveztünk el, ugye tét a sportban, tét az üzletben, a két versenyszféra szoros együttműködéséről akar szólni. Ennek a programnak a keretében a fiatal öttusázóknak fogunk életre felkészítést is adni. Tehát a vállalatok, akik ebben összefognak velünk, azok fognak olyan ismereteket, olyan tudást adni a fiataloknak, különösen a középiskolás korosztály és a fölött, hogyha vagy a 17-esen, vagy 22, vagy 28, akkor már lesz képe arról, hogy melyik iparágat nem szereti, melyiket szereti, lehet, hogy kapcsolatrendszere lesz, biztos, hogy lesz kapcsolatrendszere. Tehát nem fogja keresgélni a helyét, hanem úgy fogja abbahagyni az öttusázást majd, és ez fontos üzenet a szülőknek, meg a gyerekeknek, hogy ezért érdemes az öttusába jönni, mert nem csak sportolni fog a gyerek, hanem ilyen tudást és ismereteket fog kapni. Én a Csepánnyel szeretnék edző lenni, úszóedző, de azóta voltak más elképzeléseim, de szeretnék a sport mellett maradni. Dani? Hát nekem először a filmes szakmában volt, hogy ott akarok elhelyezkedni, de most már inkább itt az öttusa szakosztályon úgymond szeretnék. Sokkal kevesebb fiatal szeretne szenvedni mondjuk, és küzdeni és izzadni, mert valójában a sport az arról szól. Egyre kevesebben vállalják föl, tehát legyünk őszinték, azért nem könnyű ma jól ilyen sportot csinálni. Ma már egy szabadidős sportoló vagyok, aki hetente azért 3-4-et mindenképpen edzek, jó formában vagyok, és tudom azt, hogy ez mennyire jó egy embernek az életében, és én ezt próbálom átadni. A személyem az talán ebben mondjuk úgy, hogy a legutolsó, de inkább a szövetség, amiben dolgozom, a Diásport Szövetség, ahol mindenféleképpen rengeteg nagyon jó programunk van, rengeteg olyan mozgásos programot csinálunk a fiatalok, a diákok számára, ami láthatóan őket motiválja. Nekünk még úgy azt mondom, hogy viszonylag könnyű dolgunk van. Tehát nagyon sok gyereknek tudunk programot csinálni. Az e-sport az egy másik kérdés.